Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki a Térzene programot, melynek célja, hogy a településeken rendszeresen szólaljanak meg különböző stílusú zenék. A program támogatására 5 millió forintot szántak településenként. Ebből 30 koncert valósítható meg. Így aztán július és október között 15, jövő évben pedig majd április és június között szintén 15 koncert kerül itt a rendezvénytéren lebonyolításra. Igyekeztünk úgy összeállítani ezt a koncertsorozatot, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót különböző stílusokban, különböző formációkban, komoly zene, jazz zene, népzene mind látható lesz majd, hallható lesz majd itt a színpadon, úgyhogy reméljük, hogy nagy sikere lesz, az eddig lebonyolított koncertek már ezt igazolták. Mindenki nagyon ki volt éhezve már ezekre a programokra, hiszen azért el kell mondani, hogy ennek volt egy előzménye is, amikor a karantén időszakában zárva voltunk, és mindenki szinte bezárva élt a lakásába, akkor a Filharmónia Magyarország Kft.-vel közös program eredményeként már karanténkoncertek valósultak meg, volt, hogy lakótelepeken, volt, hogy olyan sűrűn lakott utcákban szólaltak meg meglepetésszerűen zenekarok, zenészek, akik egy kicsit jobb kedvre derítették az itt élőket, és akkor, amikor lehetőség volt arra, hogy már a rendezvénytéren, a művelődési központ előtt is rendezzünk ilyeneket, akkor természetesen megragadtuk ezt a lehetőséget, most pedig már szerencsére valóban nagyobb létszámú közönség előtt is megtarthatóak ezek az alkalmak. Az eddigi alkalmak jelentős közönség érdeklődés és siker mellett zajlottak, mondta Cink Judita, Tamási Művelődési Központ igazgatója. Látható, hogy a város lakói ki voltak éhezve a kultúrára, és az élőzene varázsa mindig megragadja a nézőket. Az idei esztendőben visszalévő alkalmakon ismert zenekarok is ellátogatnak Tamásiba. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a járásból jó pár településről látogatnak el Tamásiba, és nagyon színvonalas és nagyon jó koncertek várják még az ide látogatókat, hiszen a Szeged Trombon koncertje lesz, olyan együttesek, amelyek országhatáron belül, de azon túl is ismertek. Nagyon sokan ismerik, és szerintem kedvelik országosan az Olá Dezső triót, ez a magyar jazz élet egyik kiválóságait összehozó hármas. Aztán Micheller Miltil nevét, hogyha kiejtjük, akkor szintén a magyar jazz egyik meghatározó egyéniségéről beszélhetünk, de a Vivát Bacchus ének együttes neve is nagyon-nagyon jól ismert, Tamásiban már léptek fel többször, és mondhatni azt, hogy közkívánatra látogatnak majd vissza hozzánk újra, úgyhogy bízunk benne, hogy ahogy eddig, több száz ember is összegyűlik a rendezvénytéren, és élvezhetjük kellemes nyári, fora őszi időben ezeket az alkalmakat. Ha a járványügyi intézkedések nem változnak őszig, akkor tehát szombatonként szólal meg a zene a Tamási rendezvénytéren. A részletes programokról a Művelődési Ház internetes felületein kaphatnak felvilágosítást. Thank you.